Kis a Föld Podcast. Kis a Föld Podcast. Tírek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok. Mai vendégünk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Általános Főigazgató Helyettese András Katalin, és egy nevelőszülő Győrből, őt úgy hívják, hogy Gögni Salai Mónika. Üdvözöllek benneteket a stúdióban. Mi is üdvözöljük a hallgatókat. Itt még a beszélgetést megelőzően rákérdeztem a tegeződés magázódás dolgára, mint általános főigazgató helyettesel nyilván magázodva beszélnénk, de mondtad, hogy ne tegyük. Számunkra ez teljesen természetes. Gyerekek közt vagyunk, gyerekekkel foglalkozunk, és azt gondolom, hogy ez a legközvetlenebb beszélgetés. Katalin, Szegedről érkeztetek. Jó hosszú volt az út. Minek köszönhetjük azt, hogy... Egy hívásra hajlandóak voltatok rögtön autóba ülni és jönni hozzánk beszélgetni? Nem volt ez kérdés számunkra, hiszen az a célunk, hogy itt Györmoson-Sopron megyébe minél több olyan jó szándékú embert találjunk, akiknek, akik úgy érzik, hogy van hely a szívükben és az otthonukban, és szeretnének nevelőszülővé válni, pont azért, hogy a ránybízott gyerkőcöknek minél jobb lehetőséget, helyet találjunk, ahol nevelkedhetnek. Hozzuk most egy kicsit helyzetbe a hallgatókat, hogy tisztában legyenek. Lehet azt tudni, hogy ma Magyarországon ezen belül györmoson Sopron megyében, hány gyermek él, gyermekvédelmi gondoskodás alatt? Összességében Magyarországon a KSH adatai alapján olyan 23-25 ezer közötti gyermek az, aki gyermekvédelmi gondoskodásban él. Ugye régen őket hívtuk állami gondozottaknak, de most nagyon sokkal szebb ez az elnevezés, mert azért valóban gondoskodni szándékozunk róluk. Györmoson Sopron megyében a Szent a gyermekvédelmi szolgáltató nevelőszülőinél száz gyerkőc az, aki nevelkedik és tölti mindennapjait. Ez így is hatalmas nagy szám, és gondolom lennének még gyerekek, akiknek jobb lenne, hogyha a nevelőszülőnél nevelkedhetnének tovább, mint bent az intézményben. Így van, bár nyilván a gyermek és otthonok azért megpróbálnak családias hangulatot teremteni, ugyanakkor azt hiszem, hogy a családi nevelkedést, a családi értékrend átadását, azt, hogy, hogy tényleg egy, egy igazi családtagjaként nőhet fel, egy gyermekvédelembe kerül gyerkőt, az semmi nem pótolja. Hogy szól most a törvény? Hogyan emelődik ki egy gyermek a családjából, milyen okai, milyen indokai lehetnek annak, hogy valaki nem nevelkedhet tovább a saját családjában. Legfőképpen a kiemelés oka az valamiféle veszélyeztetés, súlyos veszélyeztetés. Ez elhanyagolás, vagy azért előfordul bántalmazás is, de mindenképpen azt tudjuk mondani, hogy olyan helyzetekben kerülnek kiemelésre a gyerkőcök, és ez tényleg leginkább a végső eset, amikor, amikor az a vér szerinti család már az optimális, megfelelő fejlődést fejlesztést és nem tudja biztosítani a, a gyerkőt. És ilyenkor kerül be a gyermekvédelem rendszerébe. Ott főszabályként a jogszabály is azt mondja, hogy 12 év alatt nevelőszülői családba kell, hogy kerüljön a gyermek. Nálunk azért megjegyzem, hogy nincs ilyen korhatár. Tehát ha 16-17 évesen kerül be valaki a gyermekvédelembe, mert akkor van szüksége erre az átmeneti gondoskodásra, akkor, akkor mi arra törekszünk, hogy 16-17 évesen is akár nevelőszülőkhöz kerüljenek. Mónika, kérdeznélek most téged egy kicsit. Akkor, amikor úgy döntöttetek, mert gondolom férjeddel közösen döntöttetek úgy, hogy nevelőszülők lesztek. Igen. Amikor így döntöttetek ti tisztában, voltatok azzal, hogy milyen sorsú gyerekeken fogtok így segíteni? Hát igen, nagyon jól fölkészítettek minket, tehát nem vakon ugrottunk ebbe bele. Tisztában voltunk vele, hogy, hogy akár <télek> tényleg sérült gyermekek is hozzánk kerülhetnek. Beszélhetünk itt nyilván testi lelki sérülésekről igen, is. Igen, 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 igen. Alapból nem egyszerű egy olyan gyerekkel bánni, egy olyan gyereket beintegrálni egy, egy, egy idegen közegbe, akit valamilyen traumaért vagy traumatizált környezetből emelték ki. Hogyan lehet erre felkészülni? Hát szerintem nagyon sokat számít a családi támogatás. Tehát az, hogy nekünk is egy védőhálónk van a párommal, akik mindenben támogatnak minket. Gondolok itt a szüleinkre, a nagyszüleinkre, a testvéreinkre, akik bármikor, ha kérdésünk van, vagy bizonytalanok vagyunk, vagy nem nagyon tudjuk, hogy most merre annyi, akkor tudunk mindig kihez fordulni. és és, hát mivel mi is egy nagy család vagyunk, azért tapasztalata mindenkinek van a gyereknevelésbe is, nagyon sok gyerek van a családba, és igaz, hogy nem, tehát családon belül élnek, de mindenféle van itt is. Tehát van, aki problémásabb, és azt is csak meg kellett oldani. Úgy, van, van saját gyermeketek? Igen, három mennyi idősek? Van. A legidősebb 22, ő most fog végezni az egyetemen, a középső az most végzett a középiskolával, a legkisebb pedig most kezdte a középiskolát. Ők azért már a leválás útján vannak mindannyian. Hát igen. Besegítenek azért? Nagyon-nagyon-nagyon sokat segítenek, főleg abba, hogy elfogadták a lányokat. Tehát ez a legnagyobb segítség, hogy szinte testvérként... Vannak egymás mellett, élnek. Ebbe beletartozik a egymás piszkálása, kis szekálás is, de ha komoly dolgokról van szó, akkor mindig egymás mellett vannak, és tényleg bármit kérek segítséget, azt azt tőlük is ugyanúgy megkapom. Mennyi idősek a nevel gyerekek? A kisebbik 7 éves, a nagyobbik pedig 10. Akkor ők általános iskolában igen, járnak? Igen, miért? igen, igen. Őket miért emelték ki? A családból lehet ezt tudni? Hát, pontosat nem tudhatok. Igazából nagyon sok helyre költözött az anyuka, és nem talált magának munkát, és hát inkább ez, hogy nem, nem talált munkát magának, és nem tudott gondoskodni a lányokról. A törvény szabályozza azt, hogy anyagi okok miatt nem lehet valakit kiemelni a családjából? Ez valóban így van. Tehát magában anyagi ok miatt nem lehet. Azért látjuk azt, hogy, hogy nyilván van olyan is, amikor tényleg krízis helyzetbe kerül egy család. Egy vérszerinti család, aki egyébként lehet, hogy alkalmas lenne a, a gyergőcök nevelésére, de van valami olyan krízis helyzet, ami miatt nem tudják ellátni őket. Ilyenkor adott esetben még segítség is lehet az, hogy a, a gyermekek egy átmeneti időre nevelőszülőkhöz kerülnek, vagy a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülnek, mert van ideje és lehetősége a családnak összeszedni magát. Ilyenkor az alapellátás is igyekszik mindent megtenni azért a vérszerinti családért, hogy minél hamarabb visszakerüljenek. És van olyan is, amikor egy-egy amikor anyagi nehézségre, problémára azért rátevődik valami más olyanok is, ami miatt a, a Vérszerinti szülők nem tudják azt a gondoskodást adni a gyermekeiknek, amire nekik szükségük lenne, és ilyenkor nagyobb biztonságban látják a szakemberek azt, hogy a gyermek arra az időre nevelőszülőkhöz kerüljön. Természetesen a kapcsolattartás lehetősége nem csak hogy fennáll, hanem kötelező érvényű is. A szülőnek joga és kötelessége a vérszerinti szülőnek kapcsolatot tartani. A nevelő szülőnek segítenie kell ezt a kapcsolattartást, és így, hogyha főként, hogyha egy átmeneti időszakról van szó, akkor nagyban segíti az, hogy minél hamarabb visszakerüljön a saját családjába a gyermek. Ezt talán a legfájóbb pont, én úgy tudom nevelőszülőknél a kapcsolattartás, a retteget kapcsolattartás, mert hogy abban az időszakban a gyerekek egy kicsit mindig megkeverednek, nem lehet ezt szebben mondani, elmennek, találkoznak édesanyával, édesapával, jó esetben, rossz esetben nem ér oda a szülő. Hogy lehet ezekre felkészülni, hogy lehet utána visszabillenteni azt a családi egyensúlyt, hiszen ettől tud működni egy család, hogyha beáll egy normára, beáll egy, egy, egy ritmusra, és ezek az időközi kapcsolattartás Azért elég keményen meg tudják ezt borítani. Ö, igen, nálunk mindenre volt példa abból, amit ö, most elmondtál. Tehát volt, amikor ö, eleinte még a édesanyja rendszeresen látogatta a lányokat, bár az elején a lányok mindig azt hitték, hogy ö, most már mennek is haza az anyukával, mert ugye ilyenkor ő nyilván hitegeti őket, hogy jöttök velem, van lakás, van iskola, minden van, ami ugye nyilván nem igaz, de a lányok ezt elhiszik, és akkor be vannak sózva. Akkor mi, még mi is csak tanultuk, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Szerintem egyszerűen csak arra reagáltam, amire a lá Tehát ahogy a lányok utána viselkedtem vele, azt próbáltam minél... Több szeretettel ö, értésükre adni, hogy jó, lehet, hogy így lesz. Lehet, hogy sikerülni fog, de addig én itt nagyon szeretlek titeket, és addig itt kell lennetek. Én rajtam nem múlik, én nagyon szívesen, mihelyt, én azt akarom, hogy nektek legyen a legjobb. Ha any édesanyátok készen áll, akkor én azonnal viszlek hozzá titeket, én leszek a legboldogabb, hogyha rendeződik ez az egész. Na most ugye ezek a láthatások megszűntek. Volt, hogy fél évig maradt ki, aztán egy évig. Na, azoknak azért az eleje az rossz volt, mert mindig azt hitték, hogy jönni fog a anya, vártunk rá. Nem jött, akkor már szóltam, hogy hadd ne kelljen már eljárnunk a láthatásra így, hogy mindenkihez jönnek, csak hozzánk nem, mert az borzasztó volt látni, hogy egyre jobban tipródtak, ahogy telt az idő. Na, akkor azt azért nehezen ö, tudták elfogadni. Főleg az idősebbik ö, azt mondta, hogy ő ezt nem néha érti, hogy ö, miért itt szeret egy anyuka, Tehát nem itt kéne szeretni egy anyukának. Sokat sírtunk együtt. Tehát, ugye, amikor az ember látja, hogy mennyire nem érti a helyzetet, és mennyire tanástalan, kicsit én is az vagyok, nyilván, és akkor egy, egy jó együtt sírás egyébként mindig segített. Utána tudtunk. Ö, visszaállni ö, a rendes hétköznapokba. Ő is kibeszélte magából. Én is elmondtam azokat, hogy én se tudok mindenre választ. Én is ö, csak várom, hogy hogy legyen, mi legyen. És a következő az, az ugye az volt, amikor egy majd egy év után újra megjelent a Na, akkor volt a nagy sírás. Akkor megint mindenki sírt, nyilván. És ö, akkor megint mindent megígért, hogy így lesz iskola, minden, és azóta szintén nem hallottunk felőle, de most már sokkal könnyebben vették ezt a dolgot. Tehát kezdik megszokni, hogy hát az anya így szeret minket. Mindig mondom, hogy ő nagyon szeret titeket, tehát nehogy azt higgyétek, hogy azért nem jön, mert nem szeret. Egyszerűen valahogy így alakul az élete, és neki ez most nehéz. Úgyhogy ezt így, így kezdik elfogadni hogy az anya minket így szeret, hogy évente egyszer meglátogat minket. Három kérdés jutott eszembe egyszerre. Hogyan tud egy gyerek ebből magának egészséges jövőképet kalapálni? Hogyan tud a nevelőszülő ezeken átlendülni, és hogyan tud ebben a gyerekeknek, meg a nevelőszülőnek, meg a szülőnek mondjuk akár a szentágot a segíteni? Hát ugye az első, hogy a idősebbik kislány, mivel már tényleg úgy kezdi átlátni itt a dolgokat, ő például ezt nagyon észrevette már, hogy nálunk a család hogy működik. És ő ezt már magáévá tette, úgymond, ezt a... Hogy igazából így kéne történnie az ő családjába is, és na, egyre többször, sőt, most már szinte mindig úgy emleget és úgy gondol a családra, mint a sajátjára. Ami, amit nyilván mi is mindig mondtunk neki, hogy ez a te családod, amíg tehát rajtunk ez nem múlik, mi úgy szeretünk, mint a saját gyerekünket. És szerintem az, hogy ő ezt látja, ez ez biztos, hogy segíteni fog neki az a életében, hogy, hogy fontosnak érezze magát esetleg. Tehát kell valahol, szükség van rá mert nálunk biztos, hogy szükség van rá. A Szent Ágota pedig ö, folyamatosan ö, igazából minden segítséget megad, ha bármilyen problémám van. Nekem is van segítőm, a lányoknak is van ö, ugye a gyám, aki folyamatosan figyeli, hogy ö, minden rendben legyen. Sűrűn jön hozzánk, játszik velük, beszélgetnek, érdeklődik. Tehát őre is mindig számíthatnak, azt is tudják és én is számíthatok ugyanígy a gyámra, meg a, a én segítőmre is, aki meg konkrétan azért van, hogy nekem legyen könnyebb, és ha nekem van valami problémám, akkor legyen kihez fordulnom. A nevelőszülőnek alapvetően az a dolga, hogy uh, vigyázzon, óvjon, szeressen, és ha eljön az idő, akkor segítsen a családba, a vérszerinti családba való visszatéréshez. Ez egy kőkemény része ennek a dolognak. Nem tudom, hogy erre fel lehetek készülni. Sok nevelőszülőt ismerek, sok könnyet láttam már, és bizony van, hogy, hogy ez nem múlik el nyomtalanul ez a hiány. Főleg, hogyha nagyobbak a gyerekek, és már mondjuk képesek lennének az önálló kapcsolattartásra is, de mondjuk a vérszerinti szülő nem engedi meg, hogy, hogy visszanyúljon abba az életszakaszba, akár barátok, vagy akár a, akár a nevelőszülővel való kapcsolat által. Ilyenekre fel lehet készülni? Hát megmondom őszintén, ilyen szempontból nagyon tapasztalatlan vagyok. Tehát a két kislány volt az első, akit kaptunk, és örökbefogadásra is már ö, ö, elkezdték őket készíteni, csak a sziológiai vizsgálat úgy kimondta, hogy nem lehet örökbeadni őket. Úgyhogy most, ahogy kinéz a helyzet, őtől hál' Isten nem kell megválnunk. De tudom, hogy ez ritka, hogy elsőre ilyen helyzetbe kerüljön az ember. Hallom én is ezeket a történeteket, és mindig összeszorul az embernek a szíve, mert ha csak egy picit belegondolok már akkor... Nem túl jó érzés, de úgy vagyok vele, hogy biztos, hogy meg, meg tudnánk oldani, csak most jelen pillanatban nekem ezzel nem kell különösebben foglalkoznom, mert nem abban a helyzetben vagyok. De gondolkodunk még ö, ö, gyermeken, ott viszont már valószínű, hogy nem ez lesz a helyzet. Vannak, akik kifejezetten csak csecsemőket és nagyon pici babákat visznek haza, pontosan azért, mert gyorsan örökbe lehet őket adni, mm. és akkor nem nő annyira az ember szívéhez. Még a, a pici babában sem alakul ki olyasfajta kötődés a nevelőszülővel szemben, de hát ez az óvodás, iskolás korosztály azért már teljesen más. Ha tetszik, hanem az élete részévé válik a nevelőszülő ennek a gyereknek. Igen. Hát igazából mi kértük, hogy ne kis csecsemő kerüljön hozzánk, tehát főleg most, hogy már a lányok is itt vannak, mi nagyon szeretjük azt, hogy el tudunk együtt járni. A gyerekeim fölnőttek, sokat tudunk kirándulni, már olyan programjaink vannak otthon is, ami, ami nagyobb gyerekeknek ideálisabb, és megmondom őszintén, nem szeretnék már én ebből kimaradni azzal, azért, mert mondjuk... Egy kisbaba azért kötöttebb, tehát azzal nehezebb elindulni, biciklitúrázni például, vagy egy napra akár akárhova. Tehát az, hogy én most megint otthon üljek a kisbabával, az, azt már én nem szeretném. Mi ezért gondoltuk, hogy legyen három éves, idősebb az a gyermek, aki hozzánk kerül, hogy, hogy kicsit többet tudjunk. Tehát eleget, én úgy érezzem, hogy eleget ültem így otthon a kisbabákkal már mit ad nektek a nevelőszülőség? Mi az a plusz, ami miatt ugyanígy választanád ezt a hivatást? Hát nekem személy szerint, amikor először megkérdezte az idősebbi kislány, hogy hívhat -e anyának, hogy engem zavar-e, hát akkor, akkor úgy éreztem, hogy igen, ez előtte is mindig éreztem, hogy igen, ez, ez, ez szeretném, a lányokat szeretném. De akkor ö, valahogy így először volt bennem az, hogy tényleg van is értelme az ő szemükbe is. Tehát, hogy ők is érzik azt, hogy en ez, ez a köztünk lévő kapcsolat őket erősíti és támogatja, és ezáltal ők ö, tudnak majd, hát jó, nyilván még nem látnak a jövőbe, de hogy biztonságban érzik magukat. És akkor először éreztem, hogy ezt már ő, ő is tudja, és, és és érzi. Ez volt az egyik ilyen. Katalin, ha valaki kedvet kap, és szeretné magát kipróbálni, mint nevelőszülő, ilyen nincs. Tehát ezt most akkor szögezzük is le, hogy kipróbálni nem lehet. Nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni, ahhoz, hogy valaki nevelőszülő lehessen. Hogyan zajlik ez a folyamat? Igen, inkább talán úgy fogalmaznék, hogy, 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 hogy most Szeretnénk mindenkit megszólítani, aki, aki érdeklődik az iránt, hogy segítséget tudjon nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik legrászorultabbak, még akkor is, hogyha ez nagyon-nagyon sok esetben átmeneti időszak, de pontosan ez is valahol ennek a hivatásvállalásnak a, a legtiszteletre méltóbb része, hogy jövőt adnak, ha egy rövid ideig is, de jövőt adnak és biztosítanak ezeknek a gyerkőcöknek. Van néhány feltétel. Egyrészt ugye 24 éves idősebb jelentkezőket várunk, akik erkölcsi legfethetetlenek, és az otthonuk is, illetve az ő személyiségük is megfelel annak, hogy ezt a hivatást válaszszák. Ebben ez egy nem olyan hosszú, de ez egy út, amin egyébként kísérjük a jelentkezőket. Ez a nevelőszülővé válásnak az útja, ennek az első része. Pont az, hogy megismerkedünk a nevelőszülőkkel, ők is velünk, hogy mi az, mit jelent ez a hivatásvállalás, illetve a nevelőszülők soha nincsenek egyedül, tehát hogy a későbbiekben milyen segítséget tudunk nyújtani. Em, ennek része környezettanulmány, pszichológussal történő beszélgetés, em, és utána jön egy képzés, egy felkészítés. Itt már többször kérdeztél rá, hogy hogyan lehet felkészülni azokra a nehéz helyzetekre, amik Nevelőszülőkre várnak. Nem csak a nehéz, hanem a nagyon szép helyzetekre is fel kell készülni, én azt gondolom. Van egy 60 órás felkészítő képzés, ennek az első része az, az pontosan egy, egy 28 órás tréning jellegű képzés, ahol saját élményeken keresztül ismerkednek meg az érdeklődők, a jelentkezők azzal, hogy mit is jelent a nevelőszülőség, és pont ezekkel a helyzetekkel, mint a, az elválás, a leválás, a, a gyerkőc befogadása, a kapcsolattartás, hogy ez miért fontos annak a gyereknek, akinek éppen jövőt szeretnénk biztosítani, például azért, hogy a múltját is el tudja fogadni, hogyan lehet szépen és persze egy picit a lelkünkbe belehalva, de elengedni azt a gyermeket, mert tudva azt, hogy, hogy minden az ő legjobb érdeke szerint fog történni, és akár a vérszerinti családjába kerül vissza, akár örökbefogadással egy másik családba, akkor is a nevelőszülő volt az, aki, aki ennek a kis életnek egy teljes értékű családot biztosított és segítette hozzá. Tehát ilyen helyzetekkel dolgozunk, készülünk fel közösen a résztvevőkkel, és utána pedig a 28 óra után van egy 32 órás tanfolyam, ahol a jogi, egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai vonatkozásairól hallanak a, a résztvevők. Természetes, ez, ez egy alap. Ezt nem lehet azt mondani, hogy innentől kezdve a 60 óra alatt azért mindenki felkészül arra, és, és onnantól kezdve minden helyzettel meg tud küzdeni. Azt is megtanítjuk, hogy tudjanak és merjenek segítséget kérni, hiszen nincsenek egyedül ebben a hivatásvállalásban, ahogy Mónika is mondta, számos szakember segíti őket a mindennapokban. Ezen kívül nálunk a Szent Ágotánál van pszichológus és igény szerint gyógypedagógus, aki a gyerkőcök fejlesztését segíti. tényleg, és nagyon sok programot biztosítunk. Pontosan azért, mert, mert azt gondoljuk, hogy, hogy az is segítség, Egyrészt a nevelő nevelőszülőknek is persze egy kis rekreációs lehetőség, mert akár családi napokra is van lehetőségük elmenni, de gyerkőcöket is kimozdítjuk, táboroztatjuk. Ez, Ilyenkor azért a nevelőszülőnek is egy pici levegőhöz jutás, illetve a gyerekeknek is nagyon fontos, hogy akár sortársakkal, akár átlagos családban felnőtt gyerekekkel együtt megérzik azt, hogy ők sincsenek egyedül ebben a helyzetben. Említetted, hogy sok könnyet láttál így a, amikor ugye sok nevelőszülővel találkoztál. Hát én több mint húsz éve vagyok ezen a pályán, és ugyan nem nevelőszülőként, de, de a nevelőszülőkkel együtt igyekszünk segíteni a, a és, és, reményt adni, és jövőt mutatni. Én is nagyon-nagyon sok könnyet láttam, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg ezek közül örömköny volt. Tehát, hogy hiába érzi azt a nevelőszülő, hogy, hogy nem lehet felkészülni arra, hogy egy gyerkőctől elválni. Akkor, amikor megérzi azt, és látja például az örökbefogadó szülők arcán azt, a, azt az örömet, hogy onnantól kezdve nekik is van családjuk, nekik is van gyerekük, akkor eljön, hogy nem csak egy gyereknek, hanem egy teljes családnak segítettek azzal, hogy egy, két, öt, nyolc évig nevelték, és mindent megadtak annak a gyerkőcnek. Borzasztó kemény dolgok ezek. És nem is mindenki alkalmas erre. De ha mégis úgy döntene valaki, akár így a hallgatók közül is, hogy igen, ő most így elhivatást érez, egy hívást érez az iránt, hogy, hogy nevelőszülő legyen, hol teheti meg az első lépést, hogyan teheti meg az első lépést e felé. Sokkal többen alkalmasak ám erre, mint azt gondolják. Tehát, hogy ezt szeretném mondani, mert, mert ahogy kezdtem is, hogy tényleg jó szándék, szeretet kell a szívbe, nyilván kell hely az otthonba is, de általában ez az, ami, ami, tényleg nagyon azt látom, hogy, hogy megoldható. És hogyha az a segítő szándék megvan, akkor én, én biztatnék mindenkit arra, hogy Elsősorban látogasson el a honlapunkra, ez a www.szentágota.hu honlapra. Ott minden információt megtalál, talál egy telefonszámot, ahol lehet jelentkezni, ott a kolléganőnk minden felvetődő kérdésre el fogja mondani a szükséges információkat, tehát, tehát tudnak tájékozódni, hogy valóban ez a, ez a érdeklődés, ez az elhívás az ő útjuk-e, és utána fogunk kérni egy önéletrajzot, ugye, ahogy említettem, ismerkedés céljából, illetve, hogy mi az, amiért úgy gondolják, hogy ők nevelőszülők szeretnének lenni, egy ilyen levelet kérünk, és akkor el fog indulni az a folyamat, aminek a végén remélhetőleg, ami, és főként a gyermekek, a leendő gyermekek, gyermekeik reményei szerint ők nevelőszülővé válnak. Ugye ez foglalkoztatási jog viszonynak minősül. A legtöbben, akik aktív korúak, főállás mellett nevelőszülők. Nem tudom, Mónika, nálatok ez hogy van? Tehát... Én otthon vagyok, tehát én amikor a három gyermekem nőtt, akkor is otthon voltam, tehát nem mentem el dolgozni. Nálunk ez édesanyám is otthon volt, tehát én ezt tartottam. Számomra ez volt a természetes, hogy én is otthon legyek, és hát mindig ott legyek, amikor éppen szükség van rám. Az, aki viszont főállás mellett teszi ezt meg, ezt megteheti, anélkül, hogy ebből bármi gondja adódna? Természetesen. Egyrészt ugye a nevelőszülőség az most már nem Csupán egy társadalmi hivatásvállalás, vállalás, mert azért 2014 előtt ez leginkább az volt, hogy számszerűsítsek, ott 15 ezer forintos tiszteletdíjért vállalták ezt a hivatást a nevelőszülők. 2014 óta viszont foglalkoztatási jogviszony. Ez egy nagyon speciálisnak nevezett foglalkoztatási jogviszony, mert egyrészt beleszámít a nyugdíjba, illetve TB támogatott, tehát TB jogosultságot adó foglalkoztatási jog viszony jár egyfajta díjazással is. Ez a díjazás egyébként három nevel gyerkőc esetén éri el a mindenkori minimálbért, én így szoktam ezt érzékeltetni, hogy ebből havajra nem fognak menni a nevelőszülők, ugyanakkor azért adhat valamiféle egzisztenciális biztonságot. És minden mellett a foglalkoztatási jogviszony attól is speciális, hogy lehetőség van bármilyen akár 40 órás fő, főállást is vállalni. Én azt gondolom, hogy ez így természetes, hiszen a nevel gyerek sem másabb, nem jobb, nem rosszabb, mint bármely egy családban felnövő gyerkőt, tehát ami annak a családnak természetes, a között, vagy olyan körülmények között és olyan értékrendben kell felnőnie. Ha az a természetes, mint Mónikáiknál, hogy, hogy Mónika otthon van, és nagyon sok nevelőszülői családunknál ez van, akkor ez. De hogyha az a természet a szülőknek, hogy ők elmennek dolgozni, és mindenkinek megvan a saját dolgozója, akkor, akkor erre is lehetőség van nevelőszülőként. Tehát a nevelő nevelőszülőséggel nem kell lemondani adott esetben egy főállásról, lehet mellette csinálni. Egyedülálló is lehet nevelőszülő? Igen, egyedülálló is lehet nevelőszülő, sőt, azt szoktuk mondani, hogy mindig a bekerülő gyerkőcnek keressük meg a legoptimálisabb családot. Ezért is van szükség nevelőszülőkre és új nevelőszülőkre, mert, mert hiába van mondjuk egy bizonyos számú nevelőszülő, nagyon sokféle családra. Van szükség. És akár egyedülállókra is. Van olyan gyerkőc, akinek az igényei, vagy akár a bekerüléskori állapota például sokkal inkább igényi azt, hogy egy egyedülálló anyuka nevelje őt abban az időben, amiben szükség van rá. Mi a felső korhatár? minimum 18 és maximum 50 évkor különbség lehet a nevelőszülő és a nevel gyerkőc között. Tehát, hogyha mondanék egy elméleti határt, akkor az a 68 év de azért azt gondolom, hogy azokat a nevelőszülőket várjuk, akik el tudják azt fogadni, tehát akik mondjuk 50 évnél idősebbek, hogy hozzájuk olyan gyerköc kerülhet, aki már mondjuk óvodás iskolás, tehát hogy nyugodtan jelentkezhet egy 55 éves, 57 éves nevelőszülő is, de azt tudnia kell, hogy hozzám már 5-7 éves kor körüli gyerköc az, aki, aki ő nevelni tud majd. A számodra mi a legnagyobb érték, biztonság, kincs ebben az egész nevelőszülőségben? Végtelenül tisztelem a, a, azokat a, a nevelőszülőket, akik akár egy, akár három, négy, öt, vagy az évek folyamán van, hogy 30-40 gyerkőcnek is reményt adnak, jövőt mutatnak, és teszik a dolgokat és a bizalomsebeit gyógyítják ott, ahol a kiszolgáltatottság az úr. Egyébként ez az egyik mottónk is, kotenciános főigazgató szavaival élve, mert hogy valóban ez az a nagy érték, amit szerintem egyetlen más hivatás vállalásnál sem lehet megtenni. A végére még egy, még egy kérdés, mert itt azért tényleg a, az eredeti, a vérszerinti családba való Visszatérés az a legfőbb cél, nyilván a gyerek érdekeit szem előtt tartva. Hogy érzed, egyensúlyban van a, a szociális hálónknak az a része, amelyik a vérszerinti család szülői részével foglalkozik, és az a része, amelyik a gyerekkel foglalkozik, mert én érzek itt egy, egy kis diszharmóniát. Azt gondolom, hogy ennek a hálónak a megerősítésén a szakma folyamatosan dolgozik. És lassan is, de látjuk ennek az eredményét. Tehát, hogy azért egyre több, így a utóbbi húsz évre visszatekintve az esélyes hazagondozások, mert nyilván itt azért meg kell nézni azt, hogy van-e esély egyáltalán arra, hogy visszakerüljön a saját vérszerinti családjába a gyerkőt. Azt látom, hogy egyre hamarabb felismerik az esélyt, és egyre többet igyekszik minden résztvevő, minden szakmai résztvevő tenni azért, hogy, hogy a hazagondozás megtörténjen, és azért is, tovább megyek, hogy sikeres legyen, mert a sikeres hazagondozás azért az én szememben azt jelenti, hogy az a gyerkőc akkor onnantól kezdve a vérszerinti családjában nevelkedik, és nem kerül visszaadott esetben a gyermekvédelem rendszerébe. Látok egy pozitív irányú elmozdulást, de sokat kell dolgozni, és a gyerekvédelem összes részvevőjének nagyon-nagyon együtt kell mozognia és működni ebben. Nem is feltétlenül a szakemberekre gondoltam el, hanem magára, az emberre, a, a szülőre, meg a gyerekre. Tehát míg, míg egy gyerekre figyel a nevelőszülő, a gyám, a pedagógus, jó esetben a saját vér szerinti szülője is próbálja ugye az érdekeit valamilyen szinten nézni, addig egy anya, egy apa, aki belekerült valamilyen élethelyzetbe, legyen ez a saját hibája vagy egyéb körülmények okán, kaphat egy, maximum két helyről segítséget. Nyilván ez életkorfüggő is, meg hozzáállás kérdése is, hogy egy, egy felnőttnek már volna, hogyha ő kérné azt a segítséget, hogy gondom van az alkohol, gondom van a droggal, szeretnék ebből a helyzetből kikászálódni. Ugye tudjuk ezt, tehát nyilván ez nem, nem titok, hogy nagyon sokan azért kerülnek be ebbe a helyzetbe, már mint hogy a gyerekek, mert mondjuk börtönbe kerül egy vagy, egy vagy mind a két szülő, akármilyen bűncselekmény oka folytán. Erre a diszharmóniára gondoltam, tehát hogy nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e, kell-e mondjuk még többet segíteni arra fele. Nyilván a gyerekvédelem ilyen szempontból egy nagyon érzékeny rendszer, tehát a társadalmi nehézségek és problémák azok begyűrűznek, illetve, illetve talán mondhatom azt, hogy a gyermekvédelem van a végeken ilyen szempontból. Nem vagyunk érintetlenek így mai társadalmi kihívásokkal szemben sem, amiket említettél. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy sok családban, látom vérszerinti családban, látom azt, hogy Saját erőforrásokat ö, ilyen helyzetben azért igyekeznek megmozgatni. Ö, és olyan helyről is kapnak és kaphatnak segítséget, például akár a saját kis védőhálójukból, szociális hálójukból, ahonnan eddig nem biztos, hogy reméltek. Gondolok például arra, hogy az utóbbi időben legalábbis így, így az előző évekhez képest egyre több az úgymond a családba fogadás. Ez azt jelenti, hogy a vérszerinti szülők nem tudják adott esetben rendezni azt a helyzetet, hogy a, hogy a gyermek visszakerüljön. Na akkor jelentkezik egy rokon, egy nagymama, egy nagynéni, egy testvér, aki, aki, azt mondja, hogy, hogy én viszont vállalnám ezeknek a gyerkőcöknek a nevelését és a róluk való gondoskodást. És én látom azt, hogy, hogy sok vérszerinti családban benne van a pot potenciál, benne van az erő, a saját erőforrásaikat kell egy kicsit megmozgatni, megpiszkálni. Az is igaz, hogy, hogy ha nagyon elhúzódik ez a folyamat, mondjuk egy, ilyen, egy évnél tovább tart, akkor, akkor azért a lendület a vérszerinti család részéről csökken. De ez ugyanígy volt tíz évvel ezelőtt is. Én azt hiszem, hogy, hogy, van felelősségünk abban, hogy segítsük ezeket a vérszerinti szülőket a bekerülés utáni közvetlen időszakban, és a saját, saját lehetőségeiket így feltérképezni, és hogy, hogy előttük megmutatni, hogy igenis van útja annak, hogy ez a gyermek a saját, tehát visszakerülhessen hozzájuk, mert Hisszük azt, hogy minden gyermeknek családban van a helye, ezért is fontos számunkra az, hogy a nevelőszülői hivatást azt minél többen érdeklődjenek iránta és vállalják, de ugyanakkor az is igaz, hogy a saját családjában van a legjobb helye. Összességében hányféleképpen rendeződhet egy gyerek sorsa? Ugye a nevelőszülőség, ezt úgy emlegettük eddig is, hogy ez átmeneti gondoskodás. Ez nyilván akkor átmeneti, hogyha a gyermek sorsa úgy rendeződik, hogy, hogy örökbefogadással lesz saját családja, vagy pedig, és ez az első, amennyiben lehetőség van rá, hazakerül, visszakerül a saját vérszerinti családjához. De az esetek nagy részében, vagy fogalmazunk úgy, hogy jó részében, nem ez történik. A nevelőszülő a maga átmenetiségében akár az ő felnőtt koráig, és még azon túl is nyújt biztonságot a nála nevelkedő gyerkőcnek, vagy nyújthat biztonságot. Tehát van olyan, és nagyon sok esetben van olyan, amikor a nevelőszülőnél válik nagykorúvá a gyermek. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy adott esetben tőle megy férhez, vagy nősül meg, és ha betölti a 18. életévét, akkor is van lehetőség ott maradni. Úgy hívjuk ezt, hogy utógondozott, fiatal felnőttként, ott marad a nevelőszülőnél, amennyiben szeretne, ezt még támogatjuk is, amennyiben tanul a fiatal felnőtt akár 24 éves koráig, de a szentágotánál, ha felsőfokú intézménybe tanul, vagy első végzettségét szerzi, lehetőség van ezentúl menően is, elárulom 30 éves koráig arra, hogy támogatást kapjon az a fiatal az önálló életkezdéshez. Tehát a nevelőszülők sok esetben úgy adnak neki családot, hogy ők maradnak fiatal felnőttként is a családjuk ezeknek a gyerkőcöknek. Katalin, Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást és elmeséltétek ezt a sok-sok dolgot. A legjobbakat kívánom mindenkinek, és sok új nevelőszülőt. Köszönjük, Köszönjük szépen, szépen a lehetőséget is. Köszönjük szépen a hallgatóinknak is a figyelmet, minden jót, viszont hallásra. Kis a Föld Podcast! Hírek helyben, azonnal!